Az átlátszó Best of podcastjét hallhatják, amelyben össze szoktuk foglalni az elmúlt időszak lényegesebb cikkeit, az, hogy az átlátszó munkatársai mivel foglalkoznak, ezúttal is hölgy koszorúban ülök, amennyiben két embert lehet koszorúnak nevezni. Bodnár Zsuzsa és Katus Eszter kollégáim vannak itt velem, és ők fognak arról mesélni, hogy mi is történt az országban az elmúlt hetekben, illetve milyen olyan történés volt, amely a mi figyelmünket is felkeltette, Bodoki Bence pedig a technikai munkatársa ennek a felvételnek. Nagyon izgulok, hogy ki tudom-e mondani elsőre azt, hogy bátor, Terenye. Majdnem sikerült, mert onnan indulunk, hogy aztán eljussunk a nem kevésbé dallamos nevű integritás hatóságig is. Csupa izgalom a mi életünk. Na nézzük! Zsuzsa, mióta is foglalkozol az akkumulátorgyártás ügyével itt Magyarországon? Hát tulajdonképpen 2018 óta, hiszen azóta működik Gödön a gyár, az első... Kovodában is akkumulátor volt a jelet. <laughs> e, igen, ezt lehet mondani. <gül> <gül> És tehát, hogy tudom, 5 éve. Mm. Ami egyébként azért érdekes, mert a Gödi Samsung akkumulátorgyár, az még azelőtt létesült, mielőtt az akkumulátorgyártási hype kezdetét vette volna Magyarországon. Igen, ezt szenvedik is a ködiek mindenféle szempontból, mert senki nem figyelt annak ellenére, hogy írtuk a kitűnő cikkeket az átlátszóban, nem kapott elég figyelmet ez a probléma. Úgyhogy nagyon, hát nem öröm, ugye, hogy most akkor egyre több üzem lesz, meg feldolgozó üzem, de, de legalább így a tematizálódott ez a, ez a probléma, köszönhetően a kormány nagyhatalmi ábrányainak. Az, hogy mennyire tematizálódott a probléma maga az ügyben, most téged meg foglak kérdezni, Eszter, tehát nem arról, amivel most te foglalkoztál, de te az átlátszónak, az országszerte rovatának a szerkesztője vagy, tehát szorosan követett figyelemmel a vidéki sajtó alakulását. Mennyiben téma ez azokon a helyeken, ahol egyébként nincsen akkumulátorgyár? Hát kicsit pontosítanék, én csak voltam a szerkesztő két évig, de az idő alatt nyilván látszódott, hogy hogyan alakul át ez, a, ez az egész ügy korábban, tehát szerintem a váltást azt a Debreceni akkumulátorgyárnak az ugye hozta el, és onnantól kezdve hárult még nagyobb figyelem az összes többi hogy Iváncsára, meg az összes többi gyára, ami így épülőben van, meg már félig elkészült, meg terve van. Tehát, hogy szerintem, ha csak göd maradt volna egyedül, akkor nem kapott volna ez az egész aksi gyártás ekkora a Annyiban pontosítok, hogy ugye nincs akkumulátorgyár Győrben, de már a Győr Szent nagyon aktív civil közösség az elkezdte tematizálni, és szerencsére ott is ott voltunk, mert miért ne lettünk volna ott az ő lakossági fórumokon. Nekem az volt a revelatív, amikor megláttam ott azt a több mint ezer embert, aki egyébként, hát hadd beszéljek haza, szóval ismert azokat a tényeket, amiket az átlátszóban a Gödi gyár, meg az akkumulátor tematika kapcsán feltártunk, tehát hogy már ott elindult egy ellenállás, ami valóban a debreceni közmeghallgatásokon csúcsosodott ki olyannyira, hogy mint tudjuk a kormányunk az elrendelte a, egy új kormány rendelettel a közmeghallgatás nélküli közmeghallgatás intézményét, ami azért elő teljesen kapcsolódik ezekhez a közmeghallgatásokon történt, hogy úgy mondjam, botrányos tiltakozásokhoz. Bocsánat, csak annyi, hogy igen, mert itt még ugye lehetőség volt konfliktus, és én, én azt tapasztalom minden ügyben, hogy az a cél, a kormány célja szerintem legalábbis, hogy ezeket a konfliktus helyzeteket elkerülje, tehát hogy semmilyen ne lehessen velük. Valószínűleg itt a debreceni képek, felvételek, amelyek körbeszállkoztak a magyar nyilvánosságon, fordíthattak a hozzáállása, mert egyébként alapvetően a kormányt nem szokták érdekelni az ilyen tiltakozások. Lásd, az embereket sem szokták. Az embereket érdekel. sem. Lásd Göd, ahol valószínűleg mondjuk a választásra pár utca az, amelyik reagált, vagy a választáson pár utca az, amelyik reagált a, a Gödi gyárra. a többség, amelyik távolabb lakik, inkább ennek a pozitívumait vehette, amely az adatokból indulunk ki. De hogy ne a kormánynál ragadjunk le, és akkor a mai beszélgetésünk központi témája a transzparencia, hát hiszen végtérés átlátszó a nevünk. Szóval, hogy számomra ez az egész akkumulátorgyártás kérdés azért kedves, mert egy ilyen jó, komplex történet miatt adástam bele magamat így a részleteiben, de ugye ez onnan indul, hogy van egy feltételezés, amely úgy szól, hogy például az elektromos autóknak az elterjedése a világ útjain, az nagyban környezetkímélő lesz. Na most, hogyha ráközelítünk az egészre, akkor kiderül, hogy ez korán sincsen így. Jelen pillanatban még egész biztos, hogy ott van. Az van, hogy egy autónak a teljes életciklusát tekintve az elektromos autóknak az elektromos autók azok környezetterhelőbbek, mint egy belső égési motort használó autó. Mondom, jelen pillanatban még biztos, hogy így van, ugyanis azt a folyamatot kell végignézni, amelyet te kezdtél elboncolgatni, hogy mi történik azokkal a gyártási folyamatokkal, amelyek az elektromos autó készítéséig juttatnak el. Na de most ugyebár azt is vizsgáltuk, vizsgáltátok, hogy mi történik, amikor már hulladékként jelennek ezek meg. Na, mi történik, Zsuzsa, mit csináltatok és kivel ezen a területen? Hát ugye itt az akkumulátorok feldolgozása, és ugye a szó az, hogy újrahasznosítása is milyen környezetbarát, tehát hogy nem kell még több litiumot bányászni, mert ugye az sem igazán kellemes a litiumbányák közelében élőknek, hanem újra lehet hasznosítani a régi, elhasznált akkumulátorokat. Itt az a probléma, hogy nagyon sok gyár épül majd még, meg már épült is, tehát nagyon sok akkumulátor gyártanak. Most jelen pillanatban már problémát okoz az, hogy a hibás, műszaki hibás, vagy selejtes akkumulátoroknak a feldolgozását tudják-e úgy végezni, hogy az, az, az olyan legyen, hogy nem szennyezi a környezetet, és úgy tűnik, hogy nem sikerül, <coughs> nem sikerül, mert nincsen elég kapacitás, Túl hirtelen indul be ez a feldolgozási, újrahasznosítási és tárolási folyamat azoknak a cégeknek, akiket azért ott nevesítettünk is a cikkeinkben, meg a videóinkban. Tehát ezek a cégek azért kisebb, nagyobb disznóságokat követnek el, nem beszélve arról a levegő, meg talaj meg visszanyezésről, amik szintén bizonyíthatóak, hiszen hatósági határozatok mondják ki, hogy ezeknek a feldolgozóknak a környezetében komoly problémák vannak. Jó. Rogaszkodjunk el az akkumulátoroktól most egy nagyon rövid időre, aztán visszatérünk az egészhez, ugyanis a transzparenciát mondtam, mint központi fogalmát a mostani beszélgetésünknek. Nem, fog, nem tudom azt, hogy mondjuk akkumulátorgyártás ügyében, hogyha lesznek egyszer újra uniós források Magyarországon, akkor azt valaki valamire felhasználja-e majd. De lett nekünk egy szép új hatóságunk tavaly ősszel, amely azt hivatott, Végezni, hogy az uniós támogatások az azok alapján kiírt közbeszerzések, de nem feltétlenül csak közbeszerzések, azok teljesen átlátható módon jussanak el a és azok teljesen átlátható módon használják fel. Az Integritás Hatóság elnöke podcastünkben vendégünk is volt, szép hosszasan beszéltünk, a magánszférából érkezett ott jelentős karriert futott be, ehhez képest az Integritás Hatóság imár és az annak elnöke imár hivatali pozícióból meglehetősen érdekesen állt hozzá, a saját hivatalának működéséhez, annak átlátos, átláthatóságához. Eszter. Igen, de ez, a hát Szerintem történt. jól összefoglaltam. <laughs> Abszolút, igen. Ez minket is meglepett, ugye onnan indult, hogy a magyar hang kiszúrta, hogy hát felkerültek ugye ezek az 5 millió forintot meghaladó szerződések az integritás hatóság honlapjára, és akkor elkezdték nézegetni, hogy mik voltak azok, ami az ugye nem kellett külön közbeszerzési eljárást lebonyolítani, de hát mégiscsak nyilvánosságra kell hozni. És hát ott kiszúrt egy pár érdekes, hogy például olyan cégekkel kötöttek szerződést, ami hát ilyen meglepő, mert mondjuk ilyen köztudottan Fidesz közelének mondott cég, például hogy a Valton őrzővédő szolgált, hogy miért pont velük kötöttek szerződést, meg hogy mi van abban a szerződésben. És hát gondoltuk, hogy ez minket is érdekelne, és kikértük az integritás hatóságtól. Nem címkéztük föl külön, hogy ez most közadatigénylés lenne, de annak a tartalma az egyértelműen arra irányult, hogy közadatokat tudjuk meg, és ezt ugye elküldtük és hát nem kaptunk rá választ, hanem felhívtak minket, hogy hát személyesen hajlandóak velünk beszélni, de hogy írásban nem, nem akarnak mondani semmit. Csak akkor szépen be slatyogtam az integritás hatóság gyönyörű, Dunára néző, hatalmas, félmilliárdért bérelt irodájába, és akkor megkérdeztem az elnök urat, aki nagyon kedvesen fogadott, leültünk egymásra szembe mosolyogva, hogy akkor én mit szeretnék, mondtam, hogy szerződéseket szeretném, mert mondta, hogy hát azokat nem adják ki. És akkor kérdeztem, hogy de hát miért nem, mivel közpénz van benne, és akkor mondta, hogy hát szerint ez nem szorul magyarázatra, hogy neki ezzel kapcsolatban nem, nem kell magyarázatot adni, hogy miért nem adja ki, illetve, hogy ez nem tartozik harmadik félre ezeknek a szerződéseknek a tartalma. És hát azért mi ezt nem így gondoljuk, mert ugye közpénzből működő hatóságról van szó, ezért hát akkor különbeadtunk egy hivatalosan, egy félcímkézett közérdekű adatigénylést, és hát úgy voltunk vele, hogy nyilván azt is el fogják utasítani, és akkor bepereljük őket ezekért az adatokért, de aztán csoda történt, mert ugye megjelent ez a cikk, hogy nem adják el az adatokat, ezt mindenki jól átvette, és akkor erre a közérdekű adatigénylésre meg pár órán belül kaptunk hirtelen választ. <kül> Úgy most ez a, Ők ugye azzal indokolják, hogy na, ez már rendes megkeresés volt, és erre válaszoltak, de hát nyilván tudjuk, hogy ez. És ez mit találtunk a válaszban? Hát találtuk például, hogy a Valtonos szerződést, azt ugye nyilván kikértük, találtunk 440 ezer fontos autóbérlést, olyan sofőröket, akik extrán kiképzettek, egyébként ez a szerződés... Ez Mit jelent, hogy extrán kiképzettek hát, hogy Akkumulátor van benne. különösen fel vannak készítve olyan váratlan helyzetekre is, hogyha mondjuk valaki megtámadná például az integritás hatóság elnökét, arra tudjanak reagálni. Tehát egy nem egy sima sofőr, aki Taxizik ide-oda, hanem, hanem egyéb képessége is vannak. Tehát egy ilyen, ilyen sofort Kérdeztük egyébként, hogy bármilyen fenyegetés érte -e őket valahonnan, hogy, hogy, ilyen plusz szolgáltatásra lenne szükség, azt mondták nem, de hát ez pont azért, mert ők megelőzték ezzel ezt. És Értem, a Tibor Istvántól tartanak ezek szerint integritás <hállt> <Nem biztos> hatóság <hállt> szerte. <hállt> Igen. Meg hát voltak szakértői, tanácsadó cégek, akikkel leszerződtek, hogy pontosan mi az egyikből konkrétan semmi nem derült ki, hogy mi milyen tanácsot. Úgy valahogy úgy fogalmazták meg, hogy majd ők megmondják, hogy mivel kapcsolatban kérnek tanácsot, és akkor ők majd azzal kapcsolatban adnak tanácsot, tehát ez lehet a paksi atomerő, vagy nem tudom, de ez nem derült ki a szerződésből, de hát ilyen milliós tételkről beszélünk, most utána azt mondták, hogy ebből végül is az egyikből csak 300 ezer forintot fizettek ide, már fel is mondták a szerződést, de hogy az is lejárt, hát már mindegyik szerződés egy megszűnt, kettő meg lejárt június 30-al, úgyhogy most elvileg mától nem tudom, hogy mivel közlekedik az integritás hatóság elnökével, mert hogy jelenleg a Skoda superb már nem áll elvileg a rendelkezésére. Nyilvánvalóan egyébként számára ezek ilyen pinfügyek. Tehát ahonnan, ahon ő jött, az egyik legnagyobb könyvvizsgáló cég, ezeket az összegeket valószínűleg észre sem veszik. És ugyanez a helyzet az akkumulátor gyártókkal, akik most Magyarországra érkeznek, mondjuk Kínából. Ilyen apró folyók, patakoknak az eltűnése, az, az, nem tűnik fel arra fele. Ja, meg az emberek is. Nagyon meg az emberek is eltűnnek. Nem, nem, Szerintem olyan mondani, hogy a, az, hogy e, azt hiszem, hogy az a mi felelősségünk, ti felelősségetek, hogy azok az emberek, akik megjelennek ilyen területeken, most például úgynevezett lakókkal találkoznak, ez idáig nem, életében nem történt velük, hogy azokat rábírni arra, hogy ez egy másik pálya, nem az, amit, amit, amit megszoktak. Tehát, hogy mondjuk tényleg, hogyha a menedzsment rendel valamit külföldi tulajdonos, mint egy könyvvizsgáló cégnél, amban egy középvezető még akkor is, ha belső átvilágításért felelős nem fog kötekedni. persze, hogy az azzal ír alá szerződés. Tényleg valószínűleg némi kis lítium eh, itt-ott eh, dédunokáig bezárólag kimutathatóan nem nagyon számítottal a kínai gazdasági növekedésről van szó. De hogy egy Hello, ez itt egy más terület, más szabályok vonatkoznak rá, és lesznek szívesek figyelembe venni az úgynevezett élőlényeket is. Ez, ez szerintem ez egy dolgunk, is, és, és, tényleg meghökken is tud kiváltani, amikor ezzel találkozunk. Az integritás hatóság elnökén, akit mondom, volt szerencsém ismerni, vagy beszélgetni vele, pont ezt éreztem, hogy, hogy úristen, hova kerültem. Nem? Nincsen ilyen élményetek? Hogy jön, 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 valaki távolról, máshonnan, más szférából, és akkor nekünk kell megtanítani, hogy tulajdonképpen ő hova is tévedt. Akárban. Hát én azért most itt vitatkoznék veled. Nyugodtan. Hát hogy hát, te hát, akkor, mint ha elhitted volna azt, amit Szijjártó Péter mond, hogy itt nagyon szigorú szabályok vannak, meg eu szabályozás, meg így, meg úgy, hát ebből egy szó nem igaz. Tehát ő, 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 ők ide jönnek, és pont azért jönnek ide, mert itt abszolút nincsen szigorú szabályozás. Én nem a szabályozásra gondoltam, hanem például ránk meg a tiltakozó Az abszolút nem érdekli lakókra. őket, tehát ők nem találkoznak velünk. Tehát most mondjuk, ha visszatérünk a, megpróbálom én is kimondani, a bátony terenyei lakossági fórumra, ott például ebből nagyon érdekes vita lett a, utólag a polgármester, aki nem jelent meg, és a szervezők között, tudnélik, ők elmondták, hogy ők meghívták a dél-koreai céget, ezt a Sangél céget, hogy beszéljen már akkor ott a lakosoknak eh, arról, hogy mi a, hogy, hogy lehet az, hogy büdös van a, gyár környezetében, vagy hogy rendre kapják a bírságokat. Ők nem egyszerűen nem jöttek el, mint a Gödi gyár esetében soha nem is reagálnak. Itt azért reagáltak, és azt mondta az ügyvezető igazgató, hogy most üzleti útra megy dél koreába és most hetekig nem ér rá, de ha majd visszatér, akkor tart egy lakossági fórumot, és ezt azért udvariasan megírta, amit el is mondtak ott a szervezők, hogy akkor majd újra kell szervezni egy ilyen fórumot, tehát legalább reagált. De összességében azt lehet mondani, hogy ők nem kommunikálnak a lakossággal, és nem szembesülnek ezekkel, a, vagy nem akarnak szembesülni ezekkel a tiltakozásokkal. Annyi van például igazad van, hogy most Ácson akarnak egy újabb üzemet, katódjártó üzemet, és arra reagált úgy a Szijjártó miniszter, hogy, hogy akár eltöbb a Facebookján és még meg sem néztem, kiposztolta egy rádió riportját, hogy alaptalan a lakossági tiltakozás. Tehát a, a, mi miniszterünk az mondjuk odáig leereszkedett, hogy azt mondta, hogy, hogy, hogy fölfogta, hogy van tiltakozás, és ugye érvekkel nem tudja megcáfolni a helyiek a godalmait. És itt nem a godalmakról van szó, tehát itt hangsúlyozom, és azt köszi, hogy mondtad, hogy, hogy a felelősségünk, mert hogy ezek a helyiek, ezek azért nem csak az átlátszót olvassák, hanem adott esetben belböngészgetik azokat a határozatokat, amiket mi közzéteszünk és tudják azt, hogy mit csinálnak ezek a cégek. Tehát még egyszer, maga a cég esetleg nem akar vele szembesülni, de azért a mi vezetőinknek előbb-utóbb kellene, tehát valamilyen szinten lereagálják ezeket a tudásokat, amik a, miatt a helyiek jogos aggodalmaikat fejezik ki. Jó, mennyire van büdös bátor terület? Komolyan kérdezem, ez... ez, ez... Mit jelent? ugye én nem lakom ott, vagy nem sátoroztam le ott, és a helyiektől azt tudom, hogy szagot éreznek, meg arra ébrednek, hogy torokkaparás, és szerencsénk volt olyan szempontból, hogy a kormányhivatal dolgozók ezek szerintek azt nem titkolták el, és leírták a határozatban, nem emiatt büntették meg a céget, de lemerték érni, hogy torokkaparás, bőrkiütést, és szányák, a hártya és egyéb irritációkat éreztek, Teszem hozzá, hogy én is éreztem már, és könnyezik az ember, és, és folyik az óra, sőt, a legújabb információim szerint a múlt héten volt megint egy ellenőrzés, és kórházba került az egyik kormányhivatali szakember. Tehát először egy kicsit bosszankodtam azon, hogy én hogy az átlátszó cikkeben nagyon korrektül csak a határozatban lévő szavakat idéztük, amit az előbb elmondtam, most nem mondom el újra, tehát hogy szányálkák a hártya irritáció, és ez már aztán úgy került át a az ellenzéki, meg egyéb sajtóba, hogy rosszul lettek a kormányhivatali emberek, de valószínűleg ez így is van. Te és ö, ugye azt lehet mondani, hogy például a Bátony terenyei üzem, az egy picit messzebb van a lakóvezettől, mint mondjuk a Gödi gyár, ami közvetlenül a házak mellett épült, de ott is lehet érezni ezt a, ezt a bizonyos vegyszerszagot. Hát ez a tehát, hogy hadd ne tippelgessek, hogy mi ez, ugye azt várná az ember, hogy valamelyik hatóság mindenféle mérő műszerekkel, akkor megméri, hogy, hogy mi okozza ezt a vegyszerszakot. De ebbe a bizonyos 31 milliós határozatba sem miatt büntették meg a céget, hanem ilyen nagyon fura módon ö, ott tárolt, több száz tonna hordókban tárolt ö, engedély nélkül tárolt anyag miatt, majd oda bigyeztettek egy hulladék kódot, ami egyéb akkumulátor nem veszélyes. Tehát itt a 31 millió, az nem, azért nem sok, mert tulajdonképpen, ha ez veszélyes hulladék lenne, és hát én gyanítom, hogy ha mérgező szagok jönnek ki, vagy büdös szag jön ki, akkor esetleg veszélyes, akkor esetleg nem 30 millió lett volna, hogy 30, hanem 300. Ö, az se rendítette volna meg a cég büdzséjét valószínűleg, csak nagyobb felhajtás volna körülötte. Hát, ha nagyon morbid akarnék lenni és érzéketlen, akkor azt mondanám a kormányhivatali dolgozók megbetegedésére, hogy Isten büntetése, de nem akarok sem morbid lenni, sem érzéketlen, csak ne át akartam. Őket. Nem, <laughs> egyáltalán nem csak át akartam kötni a következő télához, hogy az egyházakról is mondjuk valamit, mert semmilyen más módon nem tudtam volna beaplikálni. Eszter, Hát most két helyszínen is belefutottunk abba, hogy az egyházakon keresztül látszólag hogyan folyik át a közpénz a haveri cégekhez. Az egyik ez Kemecsén volt, a másik pedig Dad településen. Hol van Dad? Komárom-Esztergom megyébe. <laughs> most már megtanultam én is előttén, és tudtam, de pont Bence kollégával, aki itt ül mellettem, együtt voltunk videózni a területen, úgyhogy most már profik vagyunk. Még felcsutat is útba ejtettük közül, hogy másunk valami szépet is. Meghosszabbítottátok, Dodik? Igen, <laughs> az utat. És Kemecsén egy. Jasszusom, yes, bölcsöde épült, igen, négy tornacsár, ez egy csoportszobás, ezért igen, nem le nemrég teremtve, hogy nem jól írtam le a cikkbe, illetve ö, dadon pedig egy nagy tornacsarnok. épül, és ott az alpolgármester cége építeti fel a kemecsén, pedig hát állítólag a a polgármester fiának a cége, de ezt hat illetékesen volt hajlandó elárulni nekünk, hogy akkor most az valóban az a cég építi vagy sem. A helyszínen ott, ott, onnan kvázi menekülnünk kellett, tehát hogy ott nem, nem voltunk, ilyen persze mondom, gráták voltunk, úgyhogy onnan sietve hagytuk a helyszínt, de hogy a munkások nem, nem álltak velünk szóba. Hat házi ákos képviselővel voltunk, és akkor közölték, hogy bármit akarok tudni, akkor kérdezzem meg az urat, ő úgyis jobban tudja, úgyhogy ők nem válaszoltak semmire. De a de helyiek sem, akik próbáltak helyben tájékozódni őket, ő, 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 nekik sem mondták el a kormányhivatalon át. A, én nem tudom, tényleg mindenkit, még a helyi tévet is megkerestem mindenkit, hogy hogyha mondják el, hogy ki a kivitelező, de egyszerűen sehol nincs leírva semmilyen, táblán nincs van sehonnan nem lehet megtudni. De elvileg a polgármester fiának a cége, vagy egy másik helyi Dibling cég a kivitelező. Ez is egy milliárdos beruházás, illetve a Dadi tornacsarnok is egy egy milliárdos beruházás, és hát azt tudni kell, hogy a az egyházaknak van egy olyan kiváltsága, hogy bizonyos esetekben nem kell közbeszerzési eljárás lefolytatniuk, akkor sem, ha száz százalékig uniós támogatottságú projektről van szó, pedig elvileg akkor, hogy a kötelező lenne, de a kormány mentesítette az egyházakat ez alól, úgyhogy például bölcsőde építésnél nem kell. A közbeszerzési eljárás lefolytatni, amiből ugye látni lehetne egyértelműen, hogy ki a kivitelező. De a hát többek között erről szólna pont az integritás hatóság, hogy minden ilyen uniós költést azt vonjanak be a közbeszerzés. Akár, úgy, még lehet, hogy még be is de, jelentem, Erről beszéltünk, mert ugye van az integritás hatóság mellett egy ilyen korrupció ellenes munkacsoport, amelynek az átlátszó főszerkesztő és a tagja, és ott még mondanak egyéb civilek, is az első ajánlás az pont erre vonatkozott, hogy ezek a kiskapuk ne legyenek az uniós pénz amelyik elképzelhet, hogy a jövőben úgy fog megvalósulni, hogy a kiskapu marad, csak az uniós pénzt tűnik el, de ez nem <laughs> Igen, az már megy meglátjuk. most is, hogy... Igen. Én vitatkoznék akkor viszont vele, Zsuzsa, és ez mind a kettőtökös szól már, mert hogy természetesen én az a Maximálisan tisztában vagyok, hogy az ország tőke, csalogató képessége az nagyban azon múlik, hogy mennyire lazák azok a szabályok, amelyek a munkáltatókat és a beruházásokat szorítják. Lehetőség szerint a leglazábbak. Igaz ez a munkajogiakra éppen ugyanúgy, mint a környezetvédelmi előírásokra. De hogy a nyilvánosság az, amire én utaltam, mert lehet, hogy egy Adott ügyben túl sok mindent már nem lehet elérni, bár ott is lehet még módosítani rajta, de én azt azért látom a munkátokon, a most már figyelve, régebben is, de két év óta szorosabban, hogy minden következő alkalom viszont már egy picit más, mint az előző volt. Ez, ez, ez vonatkozik úgy nagyjából mindenre. Szerintetek helyese ez a meglátásom? visszakérdezek, hogy mire gondolsz, hogy egy picit más. Én is érzek, hogy egy picit más, de én úgy érzem, hogy mindig előrántanak valami tehát teljesen értelmetlenül nyuszít a cilinderből, hogy azt mondják, hogy ja, hát ez nem akkumulátorgyár, csak katódgyár, ja, itt nem gyártunk, hanem összeszerelünk. Ennek ugye az a visszaütője, hogyha van, képes valaki ezt felfogni, hogy utána nézzen, hogy de hát a katódgyár az basszus még veszélyesebb, vagy még szigorúbb feltételek között, az, ezt kimondottan vegyi üzem, jó, oké, itt összeszerelünk, mondjuk fóton csak összeszerelünk, és a másik helyen, ahol nem összeszerelünk, hogy hát, ott mit mondotok, ott meg azt mondjátok, hogy akkor jaj, ott nagyon szigorú. Tehát, hogy valamiképpen reagálnak, csak éppen ezeket, ezeket is le kell leprezni, ezeket a reakciókat, mert. mert hát ez az, ez az ide, idegtépő <laughs> ebben a tevékenységben, de azt nem lehet mondani, hogy eredmény nélküli, csak lehet, hogy az eredmény nem ott és akkor jelentkezik, amikor szeretnék mondjuk, vagy szeretnék a tiltakozó lakók. Egyébként én ezt mindig ezt mondom, hogy igenis, hogy van erre. Eredménye. Tehát ha önmagában az az eredmény, hogy, hogy máshol már hamarabb felébrednek az emberek, vagy az az Megeleve eredmény... a beruházó már, már kételyekkel teli érkezik meg egy településre, vagy legalábbis úgy, hogy számít arra, hogy, hogy ez nem úgy megy, hogy ledózerol mindent. Mert gondolj bele, hogy... Uh -huh. ö, 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 20 éve vagy 30 éve, ha létesül valahol egy gyár, akkor ezt kitörő örömmel fogadták volna, és semmiféle környezetszennyezési kérdés fel nem merül, mert mert a munka lehetőségnek örültek volna elsősorban. Ő magában az egy szempont legyen, abban azért nagyon-nagyon sok ember munkája van, és nem csupán az, hogy jelen pillanatban éppen munkaerőhiány van bizonyos területekben az országban. <hállt> Igen, de ugye nagyon sok helyen pont emiatt a, a civil ellenállás miatt is, ugye azért azt felelevenítik, hogy itt élelmiszeripar volt, mondjuk itt a Bátony terenyei ügyben az volt, hogy arra gondoltunk, hogy csokoládégyár lesz. A másik meg az, hogy, hogy ki tudnak foglalkoztatni ezek, a, ezek, a, ezek, az üzemek. Tehát, hogy ugye kiderül, hogy terhes anyákat nem lehet már rákeltő anyag van itt, meg azért kisgyermekes anya sem, mert akkor még lehet, hogy lesz még egy gyerek. Másrészt olyan a, a munkabeosztás, hogy 12 óra egybe, és akkor a három napig így akkor utána három nap szünet, Az megint nem jó, mert nem tudja a gyereket elvinni óvodába. Ezek mind közmeghallgatásokat végig eh, hallgattam, és akkor, mint a Iváncsán, ez merült fel, hogy akkor gyakorlatilag ezért sem tudnak a helyiek ott munkát vállalni, Eleve munkaerőhiányjal küzdenek ezek a cégek, ez nagyon nagy probléma, mert ugye nekik is, mert nehezen tudják. Na például ebben, ebben várják a magyar kormány segítségét, hogy könnyebben tudjanak külföldről munkaerőt szerezni, meg legyen kapják, a... Igen, de hogy legutóbb volt a dél-koreai küldöttség, akkor nem az volt igen a problémájuk, hogy most a helyiek tiltakoznak a környezetvédelmi vagy a veszélyeztetés miatt, hanem hogy a magyar kormány intézze már el, hogy a külföldről jövő munkaerő az ne kelljen a vízum miatt, annyi ideig várakoznia tehát ezek mind, mind ugye végig lehet vinni. Egyre jó egyébként az a téma, mert mindent érintett környezetvédelmen kívül a, minden egyebet, tehát a munkaerővel való problémát, és, a, és az átláthatatlanságot, és a kiemelt beruházások problémáját, mindent magába sűrít. Jó, mondjuk a, a munkaerő az, amit én a magam részről csöppet sem bánok, de ugye én abban az öt emberbe tartozom, az országban ki a kerítést. <laughs> e és e Olyan vagyok még. <laughs> Jó, de hát abban is egyetértünk, hogy akkor az átlátszó azt is végzi, hogy amikor arról van szó, hogy a szerencsétlen külföldi munkavállaló azért betegszik meg, mert nincs kiírva számára az adott nyelven, mert meg angolul sincs kiírva, és, és, és fogalma sincs, hogy rákeltő anyagokkal dolgozik. Tehát képzeljétek el, hogy a sziget Mikor Miklós üzemmel nyilván tartották a magyar dolgozókat a külföldi Ezeket nem. És ugye ezeket egy idő után visszaküldik, és jön valaki más, tehát követhetetlenné válik. Tehát ha úgy tetszik, akkor mi a külföldi munkavállalók egészségét is védjük, amikor azt mondjuk, hogy hoppá, hoppá, hát azért őket se lehetne megbetegíteni. Persze, hajjaj. Eszter, te mit éreztél abban, hogy az eredménye a munkának az ott jelenik meg, hogy egy következő ügyben már figyelnek rá, vagy legalábbis próbálják elkerülni azokat a típus hibákat, amit egy előzőben még gond nélkül lobogó hajjal. Bár így volna. Én nem nagyon tapasztaltam. Mondja el sős, valami pozitívat. Hát például azt gondolom, hogy innentől kezdve kétszer is meggondolja egy miniszter, hogy a legnagyobb közbeszerzési győztesnek a jachtján töltse el a, a, nyaralását. Persze egyébként, de, igazad Igen. van mellett változás, mert kikapcsolták például a hogy lehessen követni. Tehát arra már gondolnak, sokkal óvatosabbak lettek, tehát hogy már nem látványosan nyaralnak úgy, hogy már nem látványosan szórják ugye pénzt, sokkal kevesebb, mint ami Instagram kép van kint, tehát egy óvatosabbak lettek, ez tény, tehát ezt nem tudom megcáfolni, sokkal nehezebb lett a munka, de abba, hogy mondjuk az integritás hatóság elnökének alapból ki kellett volna adnia, tehát hogy ilyen nincs, tehát hogy ez de nem végül? Végül. Hát, Jó, hát végül is kiadta, de hogy már első körben nem is kellett volna részkérdést, már a magyar hangnak ki kellett volna adni, nem csak nekünk. Tehát meg egy Hát, is hát én is jobban megijednék tőlünk, mint a magyarok. Titkolózni <laughs> <laughs> mindenkitől meg kell ijedni, idézi. Ezt most idézi mondom, csak nem látszik. Aki aki uh, sajtó megkeresést küld, azt komolyan kellene venni, de hát nem szoktak minket. És hogy ez mennyire így van, az pont most derült ki egy ügy kapcsán, ugye Villánykövesden, szintén uniós pénzből, szintén nem épült meg, és hát felépült maga a szálloda, de nincs benne semmi, ugye működnie kéne már öt éve, de nem működik. És hát én öt éve próbálom kipréselni a hatóságokból, meg a minisztériumokból a válaszokat, hogy mi történt itt, mi van ezzel a beruházással, mennyi pénzt fizettek ki, akkor mi lett a vége, miért nem megy, elszámoltatás volt-e, mi lett a cégvezető, stb. Többi, stb. Többi. Hát nem kaptam választ, és akkor a hatházi Ákos képviselőnk elment oda egy selfie hogy na ő is megnézte, és egy napon belül a minisztérium már is elmondta, hogy mi van ezzel az egész projekttel, úgyhogy öt éves munkánk eredménye az lett, hogy Szelfizett egyet a képviselő, és akkor így megkaptuk a válaszokat mi is, úgyhogy most már tudjuk, hogy annak idején felbontották a a szerződés, meg a támogatási szerződést ezzel a céggel, és visszakövetelték a pénzárnyémet. De, hát de nem, nem tudna a cég csődbe ment? Hát persze, mint minden ilyen cég. Ezzel is foglalkoztam, tehát ebbe is beleástam magam. Igen, alatt. a legtöbb ilyen Igen. projekt cég, bár ez elvileg nem projekt cég volt, de a projekt cégeknek általában az a sors. Sor egy egészségturizmusban utazó garnitúra volt. Igen, És ott egyébként és ott akkor sok a... ilyen egészségügyi hotel épült volna, Esztergomba és meg itt, és meg egy országszerte, aztán ezek így többnyire meg, nem Éjjó, össze, de én pont azt látom este, e e e bármennyire ingatod a fejéret, mert én ugye de. végigvettem ezeket az uniós beruházásokat, persze lehet, hogy folyik át majd egy másik területre, de amikor a kilátó biznisz mint olyan <laughs> példánycs, akkor próbálok nem, nem ezzel. Eh, foglalkozni. Tehát, hogy az, az, hogy mondjuk a ha még lesznek uniós pénzek, azoknak a felhasználása tán nem kutya nélküli kutya illetve vendég nélküli szállodára fog elfolyni. Én ebben azért ő, őszintén szóval reménykedem, és mondom, hogy láttam is, tehát az, hogy a, és ez kormánytól független, mert ugye az uniós pénzek azok elkezdtek a 2000-es évek közepén beáramlani, és hogy, hogy az első ötletek még mik voltak, meg mikre lehetett, az ahogy múlt azért az idő, úgy szigorodott folyamatosan a, a, kiírás, az ellenőrzés, minden más, mondom, a kutya az a 2010 előtti ráadásul az mindennek a csimbora szója volt. Igen, egyébként, bocsánat, hogy közbevágok, de hogy én is emlékszem még a legelején, amikor mit tudom én, teniszpályákra lehetett a falvak szélén pályázat, és akkor mindenki teniszpályára a pályázott, mert hogy arra lehetett, és hogy nyilván senki nem teniszezett a soha, de hogy most ugyanez a, szerintem ez a kis kondi park mindenhol, most ez, ez, ezzel van tele az összes falu, ami a városokban nagyon megy, tehát hogy nálunk is van, én ugye komoly vagyok, ott ez nagyon pörög, te abszolút ki van használva, tehát tényleg teljesen megérted, de hogy azért a falvakban én még akárhol jártam, bárhol soha senkit nem láttam használni ezeket a kültéri gondigépeket, de hogy elvileg reagáltak rá, mert ugye sok panasz, meg visszajelzés érkezett ugye az Unióhoz, az elejétől fogva, hogy hát nálunk még nem ezen a szinten tartanak a települések, hogy a legnagyobb gondjunk az legyen, hogy teniszpályánk van-e, hanem hogy nincsen bevezetve a, a, a az ivóvíz, vagy nincsen elvezető a szennyvíz, így van, és hogy hát nincsenek szilárd burkolatú útak, stb. 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 Tehát, hogy ezeken kéne javítani, és az infrastruktúrát kéne először megfelelő szintre felhozni, és akkor erre reagáltak, és hát most azért rengeteg útfelújítás az uniós pénzből volt, tehát azért meg iskola, meg nem tudom, egyéb felújítás, tehát hogy azért Pedig erre Pedig egyébként szerintem... az útból sokkal könnyebb lopni, mint a teniszpályából. hát legyen út legalább, ami elvisz a <gül> <Yes>. <gül> hogy szerintem azért az is változott, hogy mi, mi mindenre lehet, de hát még mindig látunk olyan, olyan kiírásokat, hogy nem tudom, tánc-tanfolyam, virágkötő-tanfolyam. Most pedig az egyik faluban pont ez volt a téma, hogy kiképeztek, mit, amit 12 virágkötőt, amikor egy se találat munkát, mert ki az Isten, lesz ott virágkötő, tényleg az Isten, hát a mögött kettő. Hát a kettőben. virágnak megtiltani nem lehet, de. De, de. Komlói lévén szerintem nem vagy teljesen tisztában mindenféle sportnak a adott településen való lehetetlenségével kapcsolatban. Komló ugye egy nagyon szép, ilyen völgyes hely, ilyen szép légyprizetesebb, vagy kiváló szánkózni, vagy kiválóan lehet szánkózni az elképzeléseim szerint. De amikor az Alföldön pályáznak, és meg is kapják, szánkózásra, és az ugye már úgy valósul meg, hogy építelek egy dombot, igen, ez, szó szerint ez történt, azért a az sokkal bizarabb. Na hát akkor ezzel fejezzük be. A... Pedig még meg akartam említeni az M6-os építésén, ugye az alagutat, ahhoz pontosan, is kellett építeni egy pontosan, hegyet, amikor, hogy amikor, 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 oda a hegyet, hogy legyen, legyen, legyen Voltak itt csodák, meg szerintem még lesznek is. Ez Lesznek egy csodák, az. de egyébként én, is össze akartam kötni, egy egyházi még nem kértek az akkumulátorgyárakra, tehát hogy ez is egy mondjuk, hogy eredmény, hát hogy ideig nem jutottunk. Most már, most, most. Ezt, hát, hogy megemlítette ezt. hogy akkor ez, szinten szinten. ez is megjelenik. Akkor fejezzük be morbidon ezt a azért nem, mert a szentelt vízhez valót azt elhasználja az <laughs> Jó, Jó, azt is, igen. <laughs> Jó, nyomorunkon nevettünk. Ez volt az átlátszó best ahol megpróbáljuk röviden és pörgősen összefoglalni azt, amivel a munkatársaink az elmúlt időszakban foglalkoztak, akik ezúttal sem unatkoztak. Bodnár Zsuzsa és Katus Eszter beszélt a munkájáról, és Bodoki Bence volt a technikai munkatársaim, pedig Hont András voltam.